hivatali visszaérés miatt tett feljelentést a NAV egyik ellenőre az ügyészségen. Horváth András az Indexnek azt mondta, hogy az adóhivatal elnézőbb a legnagyobb magyar cégekkel és a multikkal is. Szerinte legalább 1000 milliárd forintot csalnak el így évente a nagyok. Az adóellenőr azt mondja, hogy az elmúlt években több ügyről is leállították, miután visszaérésre utaló nyomokat talált. A NAV közleményében visszautasítja a vádakat. Azt mondja tehát az adóellenőr, aki már, mivel felmondott, feltételezem, hogy nem az, hogy a multikkal, a különböző nagy cégekkel elnézőbb a NAV, mint másokkal. Horváth András volt adóellenőr, így mondhatom, most már a vendégem, jó estét kívánok. Még adóellenőr vagyok, a lemondásomat beadtam, de a lemondási idő az 2 hónap, és nem állapodtunk meg egyelőre rövidebb időben, úgyhogy még... De az adóellenőr titulus az nem pontos. Hát egyszerűsítettem, de... Ellenőrzési szakkoordinátor, de adóellenőrzési tevékenységet is végeztem a NAV-nál, tehát... Jobban értjük. Igen, így jobban érti mindenki. Miért? Vagy mit jelent az, hogy elnézőbb a nagy cégekkel a NAV? Mit ért ez alatt? Hát az én munkásságom alatt több 14 évet eltöltöttem a NAV-nál. Nagyon sokszor kerültem szembe azzal a ténnyel, hogy a vizsgálatok, a láncolatos vizsgálatok, mert itt főleg arról van szó, határokon átnyúló láncolatos adócsalási ügyletek. Ezek tipikusan áfacsalások? Ezek tipikusan áfacsalások. Ezeket csak egy bizonyos szintig lehet vizsgálni a NAV-nál, gyakorlatilag pontosan a multi szintig. Na most itt a multi szintre azért egy kicsit pontosítanám, ugye itt a multik között vannak az igazán nagyok, a több 100 milliárd forintos árbevétellel évente, az alsó részén pedig ezeknek ilyen közép vállalkozásoknak minősítettek, akik 8-10 milliárdos éves árbevétellel rendelkeznek. Uh-huh. És az a lényeg, amit a sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy az igazából a vizsgálatokat a láncolatoknak az alsó régióba folytatja le. Ez az alsó régió az eltűnő kereskedők, a fantom cégek gyakorlatilag. Ott állapít meg irdatlan nagy összegeket. Ezek az összegek éves szinten több 100 milliárdot jelentenek, ehhez képest én is olvastam a NAV-nak a cáfolatát, azt mondja, hogy ebben a multikörben egy év alatt évente 70 milliárdos nagyságrendi adóösszeget állapít meg. De ez nem csak áfa, ebben többféle adó nem is van. Tehát ha ezt a kettőt összetesszük, akkor már látszik, hogy a multikörben, akik a haszonhúzói igazából ezeknek a láncolatos adóügyleteknek, a megállapítási potenciál, a megállapítások összege jóval kisebb, mint a fantom céges körbe. Mi volt az a pont, amikor azt mondta, hogy na jó, akkor én most felteszek mindent egy lapra, én most felmondok 14 év után, mert hogy én ezt nem bírom tovább. Ez nem egy hirtelen elhatározás kérdése volt. Körülbelül egy éve léptünk ki egy olyan ellenőrzési projektből, nem önszántunkból, ami a legnagyobb az egyik szektorban a legnagyobb magyarországi multicégeket érintette. Utána ugye én olyan dolgokat észrevettem, amiben szerintem köztisztviselőknek, vagy bárki, aki ilyen törvénysértésekre utaló dolgokkal kapcsolatba kerül, azt annak jeleznie kell ezt a törvényt. Na most én tudom, hogy jeleztem, ezt a NAV vezetői felé is jeleztem, felső vezetői is, írásban is, szóban is többször gyakorlatilag, ennek nyoma is van, viszont azokat az elképzeléseket, azokat a módszertani javaslatokat, amit előadtam, nem támogatták, és annak ellenére, hogy ebbe a projektbe történő részvételünk szerintem nagyon is sikeres volt. Gyakorlatilag mi is néhányan kezdeményeztük ezt az egészet a NAV-nál, de nem csak részt vettünk benne, hanem mi is kezdeményeztük. Annak ellenére, hogy sikeres volt, egy éve eltávolítottak bennünket ennek az éléről. És mit akkor... gondol, ki van ennek az egésznek a... Tehát ki az, aki azt mondja, hogy na jó, egy bizonyos szintig lehet vizsgálni, aztán amikor magas szintre érünk, akkor meg kell állni, mint ahogyan ezt az előbb megfogalmaztam. Ez nem most kezdődött ez a folyamat, ez nagyon sok év volt a fölnál, nem ezzel adta kormányzat alatt kezdődött. Ezek mögött a nagy konglomerátumok mögött olyan gazdasági, politikai érdekcsoportok állnak,
ezeknek némelyike közszájon forog, én most nem akarom elmondani, mert ügyészségi feljelentés van az ügyészség, és elképzelhető, hogy olyan dolgok is elő fognak jönni, hogy kiderül, hogy ki állt mögötte. Tehát ezek a háttéremberek azok, akik gyakorlatilag sokszor a politikusok feje fölé is nőnek. Akik akkor is ott vannak ezek mögött, a cégek mögött, meg azok mögött az emberek, akik a NAV-ba ezt a tevékenységet hagyják, akik... Tehát amit most állít, az minden országban, egy ország működésében a legnagyobb baj. Van, ahol ezt maffia működésnek hívják, van, ahol kicsit finomabban fogalmaznak, amikor a gazdasági élet szereplői a politika fölé telepednek, és gyakorlatilag a politikának mondják meg, hogy hogyan alakítsák a törvényeket, hogy az nekik kedvező legyen, és kedvezőbb legyen, az nagy baj. Igen, én pontosan ezt és állítom. És ezt látta, ezt a pontosan ezt állítom, azt vettük észre, hogy ebben az adózói körben, ebben a kiemelt adózói körben, vagy nincsenek megállapítás, egyáltalában vizsgálatok sem nagyon folynak pont az ÁFA területén, csak nagyon, nagyon kevés. Ha pedig megállapítások vannak, azok olyan elenyésző mértékűek, ami tulajdonképpen nevetségesnek mondható az árbevételéhez képest. Holott, tehát ezek olyan cégek, amelyeket, hogyha megvizsgál egy revizor, akkor a könyvelési irataiból rögtön láthatja, hogy olyan cégekkel, olyan beszállítói hálózata van, ahol rengeteg úgynevezett adóminimalizáló cég, de mondhatjuk, hogy adócsaló cég van. Tehát ilyenkor a NAV-nak kutya kötelessége lenne levizsgálni ezeket a cégeket alaposan, de nem teszi, hanem hagyja őket gyakorlatilag tovább működni. Semmiképpen nem mondjon neveket, mert hogy én meg nem tudom őket megkérdezni, tehát nem tudom szembesíteni az ön véleményével, és egyébként is feljelentést tett. De a feljelentésében nevesítette ezeket a cégeket, vagy ezeket a cégvezetőket? Igen, a cégvezetőket nem, de a cégvezetőket azokat megfogjátok, de ügyeket nevesítettem, cégeket nevesítettem. És iratokat is csatolt hozzá? Rengeteg irat, hát több száz oldal iratot csatoltam hozzá. Amiből kiderültek ezek a különböző fel nem derített csalások, vagy felderíthető, de leállított csalás, soknak a leállított felderítése? Igen, az kiderül belőle, hogy itt olyan ügyekről van szó. Egyébként ebben folyamatban lévő vizsgálatok is vannak. Tehát még nem fejeződtek be, tehát ennek lehet nem tudni pontosan az eredményét, hogy mi lesz még itt, de azokat az iratokat, amit csatoltam, annak nyilvánvalóan egy elég hosszadalmas vizsgálat lesz a következmény, és csak akkor lehet kétséget kizáró módon eldönteni, hogy tényleg történtek itt olyan hivatali visszaélések ebben az ügyben, amit én ott a feljelentésben leírtam. Hát, hogyha elindul a nyomozás esetleg bírósági szakaszban nem is. Nem tudom, mert nagyon friss ugye a feljelentés. Világos. Az Index kért öntől interjút, aztán kértek az adóhivataltól is ezzel kapcsolatban egy megszólalást, egy közleményt kaptak, vagy hát egy írásbeli reagálást. Abban úgy fogalmaz a NAV illetékes, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal határozottan visszautasítja a cikkben megfogalmazott vádakat. Az adóhatóság kiemelt feladatának tekinti, hogy közvetlenül a költségvetési bevételek minél teljesebb biztosításával, illetőleg közvetett módon az illegális gazdasági tevékenység visszaszorításával, az adómorál javításán keresztül hozzájáruljon a nemzetgazdaság versenyképességének fokozásához. Hát ebből még nem sokat tudtunk meg. Hát ez egy általános válasz, és nem is... De a végén azért van konkrétum, hogy az adóhatóság munkatársa által a sajtóban közzétettek tételes cáfolata az adótitokra vonatkozó szigorú szabályok okán nem lehetséges. Ezzel az érintett, vagyis ön, munkatárs is tisztában van, így annak tudatában fogalmazhat meg alaptalan vádakat, hogy érdemi cáfolatra nem kerülhet sor, de az adóhatóság munkájába vetett közbizalmat megingathatja. Hát ez a veszély benne van. Hát én ügyészségre tettem feljelentést, annak meg kell várni az eredményét, hogy mit fog hozni, de hát az adóhatóság azt sem tudhatja elvileg most még, hogy mi van abban az ügyészségi feljelentésben. Hát tehát eleve nem is tudna rá szerintem reagálni. Hát ez egy feljelentés, szóval az ügyészségnek kell áttanulmányoznia, és ha az ügyészség úgy látja, akkor megkeresi azokat a szereplőket, akik tanúként vagy egyéb résztvevőként
tudnak ebben az ügyben információkat mondani. Ezek után, ha most a 2 hónap felmondási időt még letöltetik önnel, utána hol fog dolgozni? Ezen gondolkodott már? Ezen még nem gondolkodtam. Még egyelőre nem tudom, hogy mi lesz velem. És úgy, tényleg mindent egy lapra feltett? Azt mondta, hogy ezt kész, meg kell tennem, inkább fogalmam sincs, hogy mi lesz az életemmel? Igen, tehát, hogy mondjam, tehát én amíg a NAV-nál dolgoztam, soha se csak simán egyszerű adóellenőrként néztem, hanem állampolgárként is gyakorlatilag, hogy azok a csalássorozatok, amire a NAV nem fordít kellő gondot, illetve amit azt lehet mondani, hogy fedez gyakorlatilag, sok esetben fedez, hogy azok milyen károkat okoznak egyébként a társadalom, a gazdaságban. Ezt utasítja vissza a közleményben, tehát ők semmi, tehát mindent megtesz a NAV azért, hogy ezeket a csalásokat felderítse, ezt írják ebben. Én viszont azt állítom, hogy nem tesz mindent meg a NAV, ezt mondtam el a sajtótájékoztatón, és ez most is tartom magamat, és ezeket bizonyítékokkal is alá tudom támasztani, és én is alá tudom támasztani, illetve a NAV-nak a nyilvántartásában is szerepelnek az adatok, amiről a sajtótájékoztatón is beszéltem, tehát cégeket meg tudok nevezni az ügyészség kérésére, vagy bárki kérésére, és akkor mindenki utána nézhet, hogy tényleg ellenőrizték ezt az adózói kört, és jogos lett volna ellenőrizni ezt az adózói kör, de ezt nyilvánvaló csak az ügyészség tekinthet bele. Hát ez pillanatilag inkább csak az ügyészségnek mondja meg a cégek nevét. Kívülről nem, meg hát az a nagy nemzeti adó is válfivatal tud ezekbe a topba beletekint. Köszönöm szépen, hogy itt volt.